hármas napi rendi pontunkra, ami a Szigetköz vízpótlási kérdésére irányuló népi kezdeményezés elfogadása volt az eltelt időszakról szóló tájékoztatást jelenti. Meghívottak, azt kérném, hogy a tasztal végén foglaljanak helyet. Molnár Béla főigazgató úr, Németh József igazgató úr, Barabás Ákos főosztályvezető úr, Láng István főigazgató helyettes úr, és köszöntöm Nagy István képviselőtársunkat, Moson-Magyaróvár polgármesterét, aki szintén meghívást kapott erre a mai tájékoztatóra. Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeim, tájékoztatom önöket, hogy akkor, amikor elfogadtuk a tavaszi ülésszakunknak a menetrendjét, akkor ebben a tervezetben szerepelt az is, hogy a tavaszi ülésszakunkon foglalkozunk ismételten a Szigetköz vízpótlásának a kérdésével, figyelemmel arra az országgyűlési határozatra is, amit megalkottunk. Ezzel kapcsolatosan a titkárság megkereste a belügyminisztériumot és a vidékfejlesztési minisztériumot, hogy kapjunk egy írásos előkészítő anyagot és tájékoztatást arra vonatkozóan, ami a tájékoztatás írásos előkészítését jelenti. Ezt valamennyi képviselőtársunknak megküldtük e-mailben, de majd arra kérem a kollégáimat, hogy osszák ki az érképviselőtársaimnak itt az ülés alatt. E-mailben mindenkinek átküldtük ezeket a tájékoztató anyagokat, és arra fogom kérni meghívott vendégeinket, de még mielőtt ezt megtenném, egy tájékoztatást szeretnék adni Székely László kormánybiztos úr, aki ugye nyilatkozatai szerint is a szlovákokkal történő vízpótlásról szóló egyeztetésnek a megbízottja, és július 19-éig tart a mandátuma. Sajnos mai ülésünkön egyéb egyetemi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, így elsőként arra kérem Molnár Béla országos vízügyi főigazgatóság főigazgatóját, hogy akkor tegyék meg a kiegészítésüket az írásos anyaggal kapcsolatosan. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Az írásos anyagunkat kiegészíteni továbbiakkal nem tudjuk, ugyanis a benyújtott pályázatunk, ami a Szigetköz és a Felső-Duna mellékág rendszerének vízpótlására szólt, arra vonatkozóan még a pályázatunk nem került elbírálásra. Annyiban szeretném, ha ki kell egészíteni az anyagot, annyiban szeretném kiegészíteni, hogy természetesen műszaki megoldásokat ki lehet erre dolgozni, és a pályázatunk is erre irányul. Azonban mi politikai döntést nem tudunk hozni, ráadásul kicsit hiányoljuk a Vidékfejlesztési Minisztériumot, ugyanis a jogszabályalkotás az a Vidékfejlesztési Minisztériumnál van jelenleg. Mi úgy gondoljuk, műszaki megoldásokkal ez a kérdés orvosolható. Az, hogy a későbbi döntés az hogyan fog szólni, mi csak azt tudjuk végrehajtani, és ezt készséggel végre is fogjuk hajtani. Köszönöm szépen. Azt kérdezem a többi meghívott vendégünktől, hogy kívánna-e szólni. Azért azt megjegyzem, nem csak a bizottság elnökeként, de képviselőként is, hogy elég sajátságos ebben mindenkinek az álláspontja, mert mindenki egy kicsit tovább teszi ebben a felelősséget. Ezt érzékeltük akkor is, amikor kértük az anyagot arra vonatkozóan, hogy milyen előrelépések történtek ebben, de hát ez mondjuk nem csak erre vonatkozik, hanem a sajtó megnyilatkozásokból is, hiszen a Vidékfejlesztési Minisztérium, akinek részéről nem tudom, van-e jelen valaki, már államtitkár úr nekem azt mondta, hogy valaki képviselni fogja a tárcát, anyagot küldtek, de arról adtak tájékoztatást, hogy ebben a BM elsősorban az elsődleges felelős. Ugye most azt hallottuk, hogy jogszabályt a VM alkot, ugyanakkor a miniszteri biztos úr is, én a sajtónyilatkozatokból azt olvasom, hogy azt mondja, hogy neki viszont egészen más a hatásköre ebben a kérdésben. Mi ezért is tartottuk fontosnak azt, hogy főleg a népi kezdeményezést figyelembe véve, ahol nem elodázható több mint 70 000 embernek az aláírása, hogy szóljunk,
Kérdezem Nagy István képviselőtársunkat, vagy esetlegesen kíván-e szólni, mint a terület országgyűlési képviselője és polgármester. Nyilván nagyon jól ismeri ott a helyzetet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársaim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a Mosonisíki Szigetköz képviselőjeként meghívást kaptam erre a bizottság ülésre, és kifejtettem az álláspontomat ebben a témakörben, mert ez véleményem szerint azt jelenti, hogy számít a térségben élők véleménye és akarata. Nem volt ez mindig így, hisz tartottak úgy konferenciát rólunk a Szigetköz helyzetére, hogy senkit sem hívtak meg közülünk oda, de olyan is volt, hogy a Szigetközben rendezett konferenciára, vagy éppen a Fenntartható Fejlődés Bizottságának kihelyezett ülésére sem jöttek el mások, hogy kifejtsék az álláspontjukat. Remélem ennek az időszaknak vége. És nagyban hozzájárult ennek eléréséhez a Kisalföld napilap civil összefogással megvalósított eredményes országos népi kezdeményezése is. Akarja ön, hogy az országgyűlés napirendre tűzze a Szigetközi Öreg-Duna-Meder és a Győri-Mosonna-Duna szakasz vízgazdálkodási megoldásának megvitatását címmel, melyet az országgyűlés decemberben egyhangulag támogatott. A 83.280 ember aláírása azt fejezte ki, hogy a Szigetközben élők felelősen gondolkodnak a jövőről, egyet tudtak érteni, még akkor is a különböző politikai meggyőződésük volt. Az összefogást és a népi kezdeményezést erősítette, hogy az összes, mind a 28 szigetközi polgármester aláírta azt a folyamatványt, amiben a szigetközi Duna szakaszon a Duna régi medrének rendezését, a Duna ágrendszerének hossz és keresztirányú átjárhatóvá tételét és a Győri Mosonna Duna szakasz azonnali vízszintemelését kérik Magyarország kormányától. A népi kezdeményezés sikere megerősítette az itt élőkben azt, amit korábban a térségben lévő összes fórum, a helyi önkormányzatoktól a kistérségeken és a megyei közgyűléseken át a regionális fejlesztési tanácsig elfogadott, mégpedig az, hogy valamit kezdeni kell az Öreg Dunával. Hiszen mindjárt tapasztalhattuk, hogy a Szigetközben az Öreg Duna meder és a Duna változatos ágrendszere közötti élő kapcsolat a folyó elterülését követően 20 évvel ezelőtt végképp megszakadt. A káros folyamatok azonban még ennél is korábban kezdődtek. A fölöttünk lévő Duna szakaszon sorra épültek a vízlépcsők és visszafogták a hordalékot, ezért a Duna egyre mélyebbre ásta magát a főmederben a szigetközi szakaszon. Eközben a mellékágrendszer folyamatosan töltődött. A folyó elterülése után még katasztrofálisabb lett a helyzet, hiszen jóval kevesebb víz érkezik hozzánk. Ma már a mellékágak medre több méterrel magasabban van, mint az Öreg Dunái, ezért ha az elterülést követően nem zárták vagy rekesztették volna el az ágvégeket a Dunától, a mesterségesen pótolt víz egyszerűen kifolyna a mellékágrendszerből a mélyebben fekvő Dunába. Az elmúlt 20 évben a szigetközi mellékágrendszer vízellátását nagy részt sikerült megoldani, azonban az Öreg Duna sorsa rendezetlen maradt, holott megfelelő vízgazdálkodási megoldásokkal akár újra összenyitható lenne a szigetközi és a csallóközi mellékágrendszer az Öreg Dunával. Nem is beszélve arról, hogy a vízi turizmus fejlődése jelentős kiugrási lehetőséget adna a térségnek. 20 év, nagy idő, sok víz lefolyt ennyi idő alatt az Öreg Duna medrében, de tudjuk jól, hogy sokkal több is lefolyhatott volna. 20 év alatt sok tapasztalatot gyűjthettünk mindannyian, és talán 20 évnek elegendőnek kell lenni arra is, hogy revidáljuk a nézeteinket, hogy feladjuk a téves állításainkba vetett rögeszméinket. Hagyjuk már az örökös megosztottságot, ne presztisként vagy presztisveszteségként kezeljük ezt a kérdést. Szeretnék egy javaslattal élni mindjárt felé, hogy kezdjük újra tiszta lappal. Üljünk le újra a tárgyalóasztalok mellé, ha nem megy itt Budapesten, hát jöjjön nekem Moson-Magyaróvárra a Szigetközbe, és higgyék el, majd sikerülni fog. Örülök annak, hogy a népi kezdeményezés parlamenti vitája után lecsendesedtek azok a hangok, akik újra Hágába akarták visszavinni az ügyünket. Ez az egyik előnye és hatása a parlamenti vitanaknak. Ne Hágába akarjunk visszamenni, hiszen 15 éve arra várunk, hogy Hágának következménye lesz. Hága csak azoknak lenne jó, akik újra a tanácsadói javadalmakat akarják fölvenni. Túl messze van innen, és túl sokat fizettünk már ki arra, hogy közben ne történjen semmi. Kérjük meg inkább a szakembereket, hogy tegyék a dolgukat. Dolgozzanak ki javaslatokat, megoldásokat, különböző alternatívákat arra nézve, hogy még több víz legyen a Dunába. Ne mi, politikusok akarjunk a szakemberek helyett megoldásokat találni, mi majd döntsünk az ő javaslatuk alapján a különböző verziók közül. Ha fölcseréljük a szerepeket, az biztos, hogy nem vezet jóra semmiben sem. A térségben élők nem várakoztak karba tett kézzel az elmúlt 20 év alatt sem. Megoldásokat kerestek, mert ebben a vízibirodalomban ősidők óta az ember az életfeltételek megteremtése érdekében küzdött a vízzel.
Gyakran fölmerül a kérdés, hogy a Duna-szigetközi szakaszának problémáját hogyan lehet megoldani, kell-e műszaki megoldás, kell-e műszaki beavatkozás, vagy elegendő az 50%-os vízmegosztást megvalósítani. A Dunai Kormánybiztonsági Titkárság anyaga 1998. decemberében arról nyilatkozik, hogy 20-30 vagy 40-50 és akár 60-70%-os átadott vízhozamnál is kevés az a víz, ami szükséges. A vizsgálat összegző következtetése az, hogy a vizsgált vízmegosztási arányértékek mellett az öreg Duna kívánatos vízszintjeinek helyreállítása lehetetlen, ha a Meyerben nem végzünk a vízszintek növelése érdekében műszaki megoldásokat. Ezt az állítást az élet is igazolta, hisz épp a parlamenti vitanap környékén megvalósult az 50%-os vízmegosztás, és bebizonyosodott, hogy bizony ez a mennyiség is kevés. Kimondhatjuk tehát, műszaki beavatkozás vízszintemelés nélkül a főmeder süllyedése miatt nem lehet a vízpótlást, illetve a főmeder és a mellékági rendszer között az élő kapcsolatot megteremteni. Azt hiszem, ez elég komoly figyelmeztetőjel számunkra. Nézzük, mit szeretnének a sziget közben élők. Szeretnénk kérni, hogy kezdődjenek érdemi tárgyalások Szlovákia és Magyarország között a szigetközi öreg Duna-meder vízgazdálkodási kérdésének megoldására. Nagy örömmel fogadtuk dr. Székely László kinevezését a határokkal osztott természeti erőforrások fenntartható használatáért felelős miniszteri biztossá. Az ő kinevezése is a parlamenti vitanap után történt. Kérjük, hogy vegye figyelembe a helyi tapasztalatokat, az egyeztetett javaslatokat, hiszen egyedül ez a javaslat él jelen pillanatban. Nyitott a térség arra, hogy megvitasson más javaslatokat is, de szeretnénk azzal a lehetőséggel élni, hogy valaki foglalkozzon ezzel, tegyenek javaslatot, ajánlatot az asztalra. Miniszteri biztos urat egyébként nagy szeretettel várjuk a térségbe, ami rövidesen meg is fog valósulni. A szigetköz és a Mosonyi Duna kérdései nem egyszerűen vízgazdálkodási problémák, hanem a térség lakóit, gazdálkodóit a hétköznapjaikban sújtó gazdasági, tájesztétikai és súlyos természetvédelmi kérdések. Gondoljuk csak meg, Győrbe 4 folyó is érkezik és ömlik be a Mosonyi Duna közvetítésével a Nagy Dunába, és az év nagy részében Győrben a vízpótlást követően is csak egy kis patakocska csörgelezik a széles mederben. Az öreg Duna-meder vízgazdálkodási problémáinak megoldása közvetlenül kapcsolódik a Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer miatt Szlovákia és Magyarország között kialakult vitához, míg a Mosonyi Duna Győrt érintő vízgazdálkodási problémája nincs összefüggésben a C-variáns üzembe helyezésével, nem érinti a szlovák-magyar vízlépcső tárgyalásokat, azaz, nyugodtan kimondhatjuk, Magyarország belügyének tekinthető. Tekintettel erre javasolnám, hogy a két külön vízgazdálkodási probléma elválasztása kerüljön egymástól, annál is inkább, mivel a műszaki megoldási javaslatok is nagyban különböznek egymástól. Győr alatt a Mosonyi Duna a Dunával ott találkozik, ahol a Duna már teljes vízhozammal érkezik, tehát a visszaterelés után. Mégis a melegsüllyedés miatt olyan mértékű a Duna kiszívó hatása, hogy Győrnél az év nagy részében derékig sem ér a víz, kilátszik a meder alja, a torkolati műtágy, vagy nevezzem akár meder stabilizációs tárgynak nélkül, a kiszívó hatás továbbra is érvényesülni fog. A Mosonyi Dunánál vének magasságában, hiszen erről szólnak azok a szakmai előterjesztések, amelyek megoldanák a Mosonyi Duna kérdését, mintegy 2 méteres vízszintemelést biztosító műtrágy szükségessé válna, vagy nevezzük mederstabilizátornak, amelynek a szélén egy hajózsilip van. A parlamenti vitanap óta eltelt időben 2 nagy projekt is elindult sziget közben, amely 13 milliárd forintot fordít a vízgazdálkodási kérdések megoldására. Nagyon szépen köszönjük ezt a támogatást. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon komoly és határozott előrelépés a Mosonyi Duna rehabilitációjához kapcsolódóan, és természetesen a szigetköz rehabilitációjához kapcsolódóan is. Azonban azt tudjuk és látjuk, hogy ez Győr tekintetében, a Mosonyi Duna tekintetében nem oldja meg azt a problémát, amely arról szól, hogy megfelelő, természetes mennyiségű víz legyen mindig a Mosonyi Dunában, és nem mint csak egy kis patakocska tekintsünk rá, és ne lehessen azokat az előnyöket, turisztikai és egyéb dolgokat kihasználni, ami benne rejlik. Hiszen erre a szakemberek, a vízügynél dolgozó, a vízgazdálkodással foglalkozó szakemberek megoldást találtak, és megoldási javaslatokat is tettek. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Bevallom, hogy borús és kesergő hangulat van a kérdésben a sziget közben jelenleg. A népi kezdeményezés és a parlamenti vitanap reménységet jelentett. Azt gondoltuk, most végre 20 év után majd felgyorsulnak az események. A sziget közben jelenleg megvalósuló 2 nagy projekt is bizakodást jelentett, jobb életfeltételeket teremt az ott élők számára. De el kell mondanunk, hogy a legfőbb kérdésre nem biztosít megoldást.
hogyan lesz több víz a Dunában. Az a célunk, hogy mindenképpen megoldást keresünk. Nem mondjuk azt, hogy csak a mi javaslatunk a jó javaslat. Azt szeretnénk elérni, hogy a javaslatok közül lehessen választani, és végre választani lehessen. Azaz reális alternatíva, reális jövő alakulhasson ki a sziget közben élők számára, mert nekünk továbbra is a víz az élet. Ha lesz sok, akkor majd azzal gazdálkodunk, amíg kevés van, addig pedig azzal kell, amink van. Fogjunk össze, és keressük a jó megoldásokat ennek érdekében. Elnök asszony, tisztelt bizottság, köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr arról tájékoztatott, hogy Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese került kijelölésre, hogy a mai ülésünkön a belügyi tárca a szakmai képviseletét ellássa. De mielőtt neki megadnám a szót, és majd a nyilván a vitát megnyitanak, Molnár úr kért még egy megszólalásra lehetőséget. Köszönöm szépen a lehetőséget. Talán félreérthetően fogalmaztam, mi végrehajtó szervezet vagyunk, és természetesen minden döntést gondolkodás nélkül, miután a tervezés megtörtént, végre fogunk hajtani. Nyújtottunk be pályázatot 7.9.0, a Keob 7.9.0 a konstrukciójára. Erre kérek majd szót én is a Láng úrnak, hogy ezt ismertetni tudja. Természetesen rendelkezünk műszaki megoldási javaslatokkal, de nem vagyunk döntéshozó helyzetben. Erre próbáltam kitérni már a megszólalásom elején is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Láng István főigazgató helyettes urat illeti a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság. A belügyminisztérium keretein belül értékeltük a népi kezdeményezést követően a Szigetköz, illetve a Mosvény-Duna helyzetét, és ennek megfelelően arra jutottunk, hogy stratégiai tervezésre van szükség a térségbe, és ezért a stratégiai tervezés és projekt előkészítés című pályázatra, Keob pályázatra, amely a 2014-2020-as időszakot készíti elő, kettő darab pályázatot nyújtottunk be. Az egyik a Mosoni-Duna vízszint rehabilitációját készíteni elő, amiről polgármester úr is beszélt Győrben. Ez kiegészíti alapvetően a két jelenleg kivitelezés alatt lévő projektet, hiszen a jelenlegi alacsony Mosoni-Duna vízszintek miatt ezeknek a projektek nem tudnak kiteljesülni. A másik projekt pedig a Felső-Dunai mellékágrendszer vízpótlására nyújtottuk be. Erre alapvetően három cél miatt van szükség. Az egyik az, hogy a jelenlegi helyzetben az árvízszintek nőnek. Csak tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a 2002-es árvíz több mint 1 milliárd forint kárt okozott a sziget közbe, a 2006-os árvíz az 400 millió forint kárt okozott a sziget közbe, tehát ideiglenes jellegű műtárgyakkal ez a helyzet nem tartható fent tovább. A második célunk volt az, hogy az ökológiai egysége a területek helyreálljon, hiszen elszeparált vízterek alakultak ki, a két víztér között időnként 3 méteres vízszintkülönbség is előfordul. A harmadik pedig, hogy az idegenforgalom számára is egy biztos jövőképet teremtsünk a térségbe. Ezek a pályázatok a népi kezdeményezést követően kidolgozásra kerültek, május elején beadtuk őket az illetékes hatóságnak, és jelenleg elbírálás alatt állnak. Köszönöm szépen! Kérdezem, meghívott vendégeinket kíván-e még bárki szólni, amennyiben nem Kepri Lajos képviselő úr kért szólni. Utána pedig Nagy Andor alelnök urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számomra megdöbbentő, hogy 20 év után még mindig ott tartunk, hogy a belügyminisztérium vagy a vízügyi főigazgatóság illetékese kijelenti, hogy stratégiai tervezésre van szükség. Én azt gondolom, hogy most már cselekvésre lenne szükség, nem stratégiai tervezésre. Annak ellenére, hogy én tudom, hogy a kormányon belül egyébként a belügyminisztérium képviseli azt az álláspontot, ami az én, illetve a mi Jobbik Magyarországért mozgalom elképzeléseihez is közelebb áll. Az sem teljesen igaz, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium nem képviselteti magát, ugyanis papírtigriseket küldött maga helyett a bizottsági ülésre, és megdöbbentő módon többször tapasztaltuk már többek között a kihelyezett bizottsági ülésen is, hogy ezek a szórólapok mindig megjelennek, és itt vannak az asztalainkon. Én azt gondolom, hogy nem egy egyenes magatartás a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről, hogy nem meri felvállalni azt az álláspontot. Nagyon jól látjuk mi ellenzéki képviselők, hogy egy összeütközés van a kormányon belül is ezzel kapcsolatban. És a Vidékfejlesztési Minisztérium egyszerűen nem meri
kimondani, hogy semmiféle műszaki beavatkozást, megoldást nem hajlandó támogatni. Fél a duzzasztás szótól, mint az ördög a tömjénfüsttől, és éppen ezért elbújik inkább a nyilatkozatok meg a megoldás elől. Én azt gondolom, hogy ez a kormányon belüli ellentét, ami gátolja azt, hogy végre megoldás szülessen a sziget közben. Én több, akár kormánypárti képviselővel, akár kormánytaggal beszélgetve már világosan látom, hogy amíg ez a vajódás nem szűnik meg, és nem dől le a kormányon belül az álláspont, hogy most igazából mit szeretnének a sziget közzel, vagy melyik álláspont kerekedjen felül, addig nem lesz megoldás. És sajnálom, hogy 25 éve folytathatják bizonyos szervezetek azt a káros tevékenységüket, amelyből szerintem a Duna, hogyha beszélni tudna, akkor nem kéne, és önmagukat a Duna megmentőiként tüntetik fel azok, akik egyébként társtettesei az ökológiai katasztrófa előidézésének. Tudom, hogy ezek elég súlyos szavak, de ezt azért mondom, mivel hogy a vízkormányzásnak a lehetőségét mi magunk engedtük ki a saját kezünkből. Tehát az, hogy nem Dunakilitinél szabályozzuk, hogy az öreg Dunamederbe mennyi víz kerüljön, az bizony saját magunknak köszönhetjük, hiszen pontosan ezeknek a szervezeteknek a nyomására ugrott ki 92-ben a kormány a Bős-Nagymarosi nemzetközi szerződésből. És egyébként lehet, hogy hibás volt a szerződést megkötni annak idején a 70-es években. Én ezt abból a szempontból tartom hibának, hogy ez lett az egyetlen olyan vízerőmű a Dunán, ami egy oldalcsatornás megoldással épült meg, és mivel hogy ez teljes egészében szlovák területen került megvalósításra, ezért igazából nincs beleszólásunk most a jelenlegi állapotban. De annál nagyobb hiba volt viszont annál a készültségi foknál kiugrani ebből a szerződésből. Hát láttuk ennek a következményeit, és látjuk 25 éve, hogy nem történik semmi, vagy 20 éve, vagy most már több mint 20 éve annak is, hogy a Dunát elterelték. Utána még el kellett tennie 3 évnek, mire egyáltalán az a fenékküszöb Dunakilitinél megépülhetett, ami egy életmentő beavatkozás volt a sziget köznek, és még mindig ott tartunk, hogy további fenékküszöbök duzzasztásos megoldás, amit a Szigetközi Természetvédő Egyesület például javasolt, egyszerűen szinte szóba sem kerülhetnek, mert a Vidékfejlesztési Minisztériumnak és azon belül is Illés Zoltán államtitkár úrnak az a álláspontja, hogy ha van víz, akkor van víz, ha nincs víz, akkor nincs víz, tehát hogy semmiféle mesterséges visszaduzzasztás, tehát ne épüljenek át a Dunába, hadd folyjanak a folyók szabadon, stb. Ismerjük ezeket a megoldásokat, holott a belügyminisztérium képviselőjének a szájából is elhangzott, illetve vízügyi főigazgató úr szájából, hogy van műszaki megoldás. Tehát nyilvánvalóan ebben az irányba kell elmozdulni. Nagyon szép és romantikus elképzelés, hogy folyjanak a folyók szabadon, de hát a Duna azért már régen nem egy természetes folyó, hogyha megnézzük, hogy az a körülbelül 30 vízlépcső, ami felettünk és alattunk is felépült. Sajnos elkerülhetetlené teszi a műszaki beavatkozást. Ez a mi véleményünk is az, hogy végre egy kormányon belül el kéne ezt rendezni, és egy nyíltan felvállalni egy álláspontot, vagy azt, hogy nem teszünk semmit, és hagyjuk, hogy tönkre menj a sziget köz, vagy hogy felvállaljuk igenis, hogy emberi, műszaki, mérnöki beavatkozások kellenek, és ha 20 éve elkövette az akkori kormány azt a hibát, hogy azokra a lelkes és egyébként sokszor még rossz indulatunknak sem nevezhető szervezetekre és tanácsadókra hallgatott, akik nem szakértők voltak, hanem lelkes amatőrök, és ez miatt egy ilyen katasztrófa következett be a sziget közbe, akkor itt az ideje, hogy ezt a hibát jóvá tegyük, amíg még nem késő, és a sziget köznek végre megadjuk ami és a szigetközi embereknek, ami jár neki, és egyébként ez a teljes magyar vízgazdálkodásra is igaz, nem csak a szigetközre. Úgyhogy azt várom a kormánytól, és ezt majd egy más formában is még a továbbiakban fel fogjuk tenni nyílt kérdésként majd a miniszterelnök úrnak, hogy foglaljon nyíltan végre állást ebben a kérdésben, hogy melyik megoldást támogatják, a 20 éves vakvágányon lévő törekvéseket, vagy pedig elmozdulunk végre a valós megoldás irányába. Köszönöm. Nagy Andor alelnök urat illeti a szó, utána Turi Kovács Béla alelnök úr következik. Köszönöm szépen a szót, hogy hallgattam a Kepi Lajost, megerősödött bennem az a meggyőződés, hogy ezen a bizottsági ülésen nem fogjuk sokkal előbbre vinni az ügyet ahhoz képest, ami mondjuk decemberben volt a parlamenti vitanapon, mert egyre jobban látszik, hogy ebből próbálnak politikai ügyet csinálni jó érthető módon az ellenzékiek, főleg a Jobbik.
És ugye eszembe jutott az is, hogy a nemzetközi külpolitikában az ilyen helyzeteket, amiben mi is vagyunk, amikor mondjuk 20 éve nem sikerül valahol egy megoldást találni, befagyott konfliktusoknak hívják. Ez a frozen conflicts angolul egyébként. Tehát ami azt jelenti, hogy tudják, hogy van, próbálkoznak megoldani, de hát az életben vannak helyzetek, amiket nagyon nehéz megoldani. Például egy Karabakh-azeri-örmény konfliktus, ez tipikusan egy ilyen helyzet. Azért itt még nem tartunk, de ez is egy ilyen környezetvédelmi befagyott konfliktus, ha jól értem, amit 20-valahány éve nem sikerült megoldani, ami valószínűleg nem véletlen. Hát azért azt állítani, hogy mondjuk a mostani Orbán kormány nem akarja ezt az ügyet megoldani, az egy számomra nevetséges, meg egy komolytalan állítás, ezt vissza is utasítom, hiszen hát egyrészt már 13 milliárd forintot elköltöttünk egy stratégiai tervezésnek a részeként, és most jelentette be a jelenlévő VM képviselője, hogy egy újabb pályázat készül, mert hát meg akarjuk oldani, de nem olyan egyszerű. Ennek az az ügy attól bonyolult, hogy vannak szakmai vonatkozásai, vannak emberi vonatkozásai, meg politikai vonatkozásai is, nem beszélve a természetvédelmi, környezetvédelmi vonásairól. Én az emberit azt kiemelném, mert magam is kellemetlenül érzem magam, amikor láttam azt a csalódottságot a népi kezdeményezést indítókon, ami kiült az arcukra a parlamenti vitanap után. Mert egyszerűen nem értették meg, hogy nekünk nincs több mozgásterünk. A parlament annyit tudott mondani, hogy a népi kezdeményezést támogatja. Ez körülbelül slussz. Egy viszonylag érdekes vitanapunk volt, ami részben az Illés Szolinak köszönhető, aki mindjárt egy olyan felütést tett, amire aztán jól rá lehetett csatlakozni, de azt szeretném így leszögezni, hogy azért azt valahol lássuk be, hogy mi egy bizottsági üléssel vagy egy parlamenti vitanappal olyan nagyon sokkal ezt az ügyet nem fogjuk tudni előbbre vinni, mert nem a mi dolgunk. És óvom magunkat attól, hogy szakmai állásfoglalásokat tegyünk a mérnökök helyett. Mert mi nem vagyunk mérnökök. Mi politikusok vagyunk, te István ugye helybe képviseled a sziget közérdekeit, mi itt vagyunk a Fentartató Fejlődés Bizottságában jogászokként, mert a Kepilajos is, én is az vagyok. Mi nem tudjuk igazából azt megítélni, hogy a sziget közben milyen szakmai megoldásokra van szükség. Azt hagyjuk a mérnökökre, kérem, mert az az ő felelősségük, meg az ő dolguk, és egyébként ezt a munkájukat jól el is végzik. És ugye azért az is hozzá, vagy kiderül már a hozzászólásokból, hogy ami az öreg Duna mederrel kapcsolatos műszaki megoldás, az attól bonyolult, hogy az nem magyar belű csak. És nincs itt az ülésünkön az az ember, ráadásul, aki azért felelős, hogy a szlovákoktól több vizet próbáljon kialkudni, hogy ez egy reális célkitűzése vagy nem, arra próbáltam utalni a döglött konfliktusok kicsit túlzó példájával. Nem egy egyszerű helyzet. Úgy néz ki, hogy még egy ülésre legalább szükségünk lenne, hogy legalább a Székely Laci véleményét is halljuk meg, meg azt én is azért minimum elvárnám, hogy mondjuk a VM képviselője, ha már egy ilyen ülést összehívunk, akkor legyen jelen, és legalább elmondhassa azt, amit ők erről gondolnak. És én nagyon sajnálom, de látom, nem lehet megkerülni, hogy 2014-ben ez egy kampánytéma lesz. A Jobbik majd megjelenik a helyszínen, hogy ők már a bős nagymarosi erőművet is megépítenék, meg majd ők majd megoldják a szigetköz problémát. Ilyen nagyokat én is tudnék mondani, ha tudnám, hogy sose kerülök kormányra, és nem kell szembesülnöm a realitásokkal. Ezt megtehetik, meg meg is fogják tenni. Az MSZP majd nyomni fogja az, hogy lám, itt kormányoz az Orbán kormány, nem tudták megoldani, elfelejtve, hogy ők 8 évig voltak, és ők sem tudták az egészet megoldani. A legkellemesebb helyzetben politikailag a Jobbik van, mert nem volt még kormányon, se 8 évet, se 4 évet, se többet, se kevesebbet. Tehát, és ez el fogja vinni az ügyet egy olyan politikai mezőbe, ezt már lehet előre látni, ami az ott helyben élő embereknek egyébként nem fog használni. Aztán majd elmenne a választási kampány, lesz egy eredménye a választásoknak, és én azt gondolom, azt feltételezem, hogy ellentétben az örmény-azeri konfliktussal itt végre lehet valamilyen olyan megoldást találni, ami mögé a politika is oda tud állni. A mérnökök szerintem nagyon jól tudják, hogy mit kell csinálni. Ezt Molnár Béla is elmondta, hogy ott fekszenek a javaslatok az asztalon, de hát belekeveredünk óhatatlanul egyrészt a politika világába, másrészt pedig a kormányzati problémákba, hogy mire adok pénzt, meg mire van pénzem, hol hívom segítségül az Európai Uniót egy ilyen nagyságrendű ügynek a megoldására, meg hol nem.
Végezetül azt szeretném mondani, hogy, és ezt ezzel zárom, hogy itt mindenki meg akarja oldani a sziget közben élő problémáját. Én nem tudok olyan eszetlen ember, aki ezt ne akarná megoldani, nehogy ezt feltételezze valaki, csak ez nem olyan egyszerű. Ez kiderült az előző hozzászólásokból is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alelnök úr. Turi Kovács Béla alelnök úr következik felszólalásra. Köszönöm szépen. Ez a mai vita megint azt támasztja alá, amit mi kisgazdák már hosszú ideje mondunk, hogy a magyar vízügynek gazdája kellene legyen. Azaz nem arról szól ez a történet, hogy ki van itt vagy ki nincs itt, hanem van-e olyan, és a kormány által is teljes mértékben elismert és támogatott intézmény vezető, aki ezekben az ügyekben hitelt érdemlően, autentikusan kormányzati álláspontot tud közvetíteni. Meggyőződésem ugyanis, hogy a magyar vízgazdálkodás egyik sarkalatos kérdése az egész jövő századnak. És e tekintetben nem lehet már politikai meg álpolitikai vitákkal sehová se jutni, hogyha nincs egy egységes stratégiánk, és az egységes stratégia mentén egységes végrehajtó szervezet. Itt számos utalás történt különböző dolgokra, én ezekkel nem kívánnék foglalkozni, de azzal igen, hogy világos és egyértelmű álláspontot kell ebben az ügyben is, meg egyáltalán a vízgazdálkodás ügyében kialakítani. Ez elsősorban most értelemszerűen és nagyon helyesen a Dunáról és ezen belül erről a térségről szól, de szól ez az Alföldről, szól a csongrádi térségről, lesz-e Csongrád és térségében megoldás, lesz-e egyáltalán az Alföldön olyan vízgazdálkodás, amely az elkövetkezendő időszakban képes arra, hogy a vízzel, az az óriási kincsel, amivel rendelkezünk, az egész nemzet javára gazdálkodni tudjon. Ez egy alapkérdés. És azt gondolom, ezen elő vagy utóbb túl kell lépni. A másik dolog, amitől én mindenkit óvnék, felejtsük el Hágát. Hágában eldőlt, ami eldőlt. Azt lehetett magyarázni egy kicsit így, lehetett egy kicsit úgy magyarázni, de a ténykérdés, hogy a tényleges állapotot vették alapul, és a tényleges állapotnak megfelelően hoztak egy döntést, és ennél többet szerintem nem lehet várni. A legokosabb, a legjobb jogászok elmehetnek Hágába, nem fognak ezen a területen olyan eredményt elérni, amely a két ország közötti bármiféle vitát jogilag próbálná meg eldönteni. Megkeresik a legkisebb közös. Ez történt. Érvényes a szel? Igen, érvényes. Kell víz a Dunába? Igen, kell. A kettő összeegyeztethető? Egy pillanatban nem. Mégis a Hágai Bíróság azért így döntött, mert mindig így dönt. A Hágai Bíróságnak nem az a dolga, hogy nemzetközi vitákat megoldjon, hanem az a dolga, hogy jogi kérdésekben állást foglaljon. A másik része ennek a dolognak, tehát azt gondolom, hogy értelmetlen dolog lenne Hágához fordulni, semmi olyat nem kaphatunk hosszú-hosszú pellekedés után, ami megoldaná a Duna ügyét. A másik dolog, amitől én óvakodnék. Belpolitikai kérdés lett sajnálatos módon, de legalább ne legyen külpolitikai kérdés. Az a fajta modus vivendi, ami Szlovákia és Magyarország között van, ezt mondjuk ki, e pillanatban hosszú idő után a legjobb kondíciókban van. Ezt megterhelni olyan vitákkal, amiben ráadásul nyertesek aligha lehetünk, mert birtokon belül vannak, azt gondolom megint értelmetlen dolog lenne. Az egyetlen értelmes dolog a műszaki megoldások megtalálása. És az, amit itt hallottunk, a belügyminisztérium részéről, az egy elindulás ebbe az irányba. Nem tudom, hogy elégséges-e és jó-e, mert nem ismerem sem a terveket, sem a részleteket, de azt tudom, hogy az én meggyőződésem szerint, ha egyszer összeadnánk, hogy eddig tervekre és az elképzelésekre, és azokra, amelyek soha nem valósultak meg, és amelyek én visszaemlékszem, az én miniszterségem alatt összeadattam, nem merték nyilvánosságra hozni, 2,5 milliárd forint volt már kiadva olyan fajta tervekre, amelyek tervek nem valósultak meg, meg soha nem valósulnak meg. Most olyan terveket kell csinálni, amit meg lehet csinálni, meg lehet valósítani. Ennek a kormánynak nincs arra pénze, hogy habokra itt, bocsánat a kifejezésért, különböző szervezetek, egyebek megjelenjenek, és mindenkinek legyen egy ötlete, és arra adjunk pár száz milliót, vagy akár 1 milliárdot. Erről szó nem lehet. Itt egy olyan terv kell, amely mögött ott kell legyen az egész magyar társadalom, tekintet nélkül, hogy az melyik politikai formációhoz tartozik. Ez a kérdés, még egyszer mondanám, a legizgatóbb nyilvánlatoknak, akik most ott szenvedik el a Dunának ezt a helyzetét és állapotát. De ez ennél több is. Ez egy össznemzeti ügy,
olyan összemzeti ügy, amelyet megoldanunk úgy kell, hogy a magyar egész vízgazdálkodás tekintetében kialakuljon egy új helyzet, egy olyan új helyzet, amely valójában nem más, mint a nemzeti kincsünknek a hasznosítása. Ez nem arról szól ez a történet, kérem tisztelettel, hogy lehet-e csónakázni ezen a vízen, meg hogy azon a vízen, mert fontos az idegenforgalom, persze, hogy nagyon fontos, hanem arról szól, hogy képes-e szolgálni olyan módon a víz ezt az országot, amely az elkövetkezendő időben garantálja, azt kell mondanom, a termőfölddel együtt garantálja az országnak a jövőjét. Tehát én azt javasolnám e tekintetben, ha egyáltalán előre akarunk haladni, legalább abba értsünk egyet, hogy először is meg kell ismernünk, hogy melyek azok a tényleges műszaki lehetőségek, és ezeket konkrétan meg kell ismerni, és ezek a műszaki lehetőségek képesek olyan helyzetet teremteni, hogy mind az ott lévők számára, mind pedig az egész ország számára elfogadható legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alelnök úr. Kepri Lajos képviselőtársunkért ismételten szólt, és utána pedig Nagy István képviselőtársunk polgármester úr fog szót kapni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Turi Kovács alelnök úr megint nagyon jól illusztrálta azt, amiről beszéltem, hiszen ő kormánypárti országgyűlési képviselőként az egységes vízügyi igazgatás mellett szólal fel, annak a kormánypártnak a képviselőjeként, amely kormány egyébként szétverte a vízügyi igazgatást 2 évvel ezelőtt, és egyébként egységes rendszerét, lehet, hogy nem a legmegfelelőbb, de egységes rendszert teljesen szétszilálta és széttagolta. Egyébként teljesen egyetértek a mondandójával, hogy egy egységes vízügyi igazgatásra kéne újra áttérni, és egy gazdája kellene, hogy legyen a vízügyi feladatoknak. Amit Nagy Andor alelnök úr mondott, az, hogy mi, mármint a Jobbik csinálna politikát a kérdésből, azt pedig én szeretném visszautasítani, hiszen ugye ismert a mondás, hogy a Dunában már 20 éve politika folyik víz helyett, és mi mindössze annyit tettünk körülbelül 1/2 évvel ezelőtt, hogy kiálltunk Vona Gábor elnök úr a sajtótájékoztatóra, és kimondtuk azt, hogy mi lenne, hogyha 20 év után végre a vízügyi szakembereket is odaengednék ahhoz az asztalhoz, ahol ezeket a döntéseket egyébként meghozzák. Tehát a vízügyi szakembereket is, nem kizárólag őket, ugyanúgy a ökológus, természetvédő és más egyéb területeknek a képviselőit, de engedjék már végre oda a vízügyi szakma képviselőit is, hiszen ők 20 éve politikai alapon lettek onnan eltanácsolva, és azóta sem engedik őket állást foglalni a kérdésben, vagy legalábbis, hogyha állást is foglalnak azon nyomban, ez a másik oldalról egy lejárató hadjárat alá veszik az ő véleményüket, mint akik az ország tönkretételén fáradoznának. Tehát ez egy abszolút lehetetlen helyzet, és ahhoz, hogy egy normális szakmailag is alátámasztott megoldási javaslat szülessen meg, ahhoz bizony vissza kell adni a vízügyi szakmának azt a tekintélyét, amit bizony az elmúlt 20 évben teljesen leamortizáltak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem, abszolút nem megosztani és nem politikai tőkét kovácsolni akarunk, hanem tényleg már az dühíti fel az embert, és azért beszél esetleg indulatosabban a kérdésről, mert csak azt látja, hogy 15 évvel, vagy most már lassan 16 évvel Hága után, és 20, több mint 20 évvel a Duna elterelése után még mindig egy helybe járunk, és nem születik megoldás, és valóban könnyen beszélünk, tényleg valóban nem voltunk még kormányon, nem voltunk még kormánypárt, de mégiscsak az igazság hangja próbál megszólalni belőlünk, és az igazságérzetünk mondatja velünk azt, amit mondunk, és egyáltalán nem a széthúzást szeretnénk erősíteni, hanem pont azt, hogy valódi megoldás szülessen. Köszönöm szépen. Mielőtt Nagy István képviselőtársunknak, polgármester úrnak ismét szót adnék, Turi Kovács Béla képviselő úr, alelnök úr kérte egy rövid reakcióra lehetőséget. Minden félreértés elosztatása mentén. Ennek a kormánynak nem az volt a célja, hogy szétverje a vízügyet, arról szó nem volt. Itt arról szólt a történet, hogy a vízügy abban a formájában és rendszerében, ahogy korábban működött, meggyőződésem szerint sem tudott tovább működni. Tehát ott kellett egy átalakítás és egy szervezés. Ezért én azzal egyetértek, amit nagyon mondott, hogy látszik az az út, amit az előbb itt a belügyminisztérium részéről elmondtak. Egy alapvető igény van, és ez világos nem csak a most itt jelenlévők részéről, hanem még egyszer mondanám szélesebb kitekintésben is, hogy meg kell alkotni azt a fajta koncepciót, amely koncepció országosan is érvényesül. Ebben egy nagy lépés lehet az, hogyha itt egy jó műszaki megoldást tudnak majd felajánlani. De én még egyszer szeretném nagy hangsúlyal mondani, az a rendszer, amely korábban működött, és amely abban volt érdekelt viszont
ellentétben az ezt követőekkel, hogy akkor is építsen, ha nem kell, meg akkor is beavatkozzon, hogyha nem kell, mert az volt a létének a lényege, azt át kellett alakítani. Ez az átalakítás nyilván nem történhet egyik napról a másikra, de azt változatlanul állítom, ez az én véleményem, hogy elérkezik annak az ideje most már, amikor ez egy egységes stratégia mentén, egységes irányítás mellett tud a legjobban működni. Köszönöm szépen, Nagy István képviselő úr, polgármester úr. Köszönöm a szót, elnök asszony. Egy előrevívő javaslatot szeretnék tenni, azzal a kiegészítése, hogy az a 13 milliárd forint, ugye megütötte a képviselőtársaim fülét az, hogy a tervezésre fordítódott, erről szó nincsen, ebből 400 millió körülbelül, ami a tervekre ment, és ott effektíve munka zajlik jelen pillanatban a Sziget köztérségében. Ezt a tisztesség kedvéért ezt el kell mondani, mert ez nagyon fontos dolog, ami ott történik. Amit javasolni szeretnék az az, és ezzel nagyot segítene Sziget közön ez a bizottság is, hiszen a vízügyi igazgatóság részéről elhangzott az, hogy benyújtottak pályázatot a 2014-20-ig terjedő időszakra. Ugyanakkor, ha jól figyeltük a szakembereknek a véleményét, akkor jelezték azt, hogy ennek a sorsáról, hogy bent maradjon a pályázatok között, nem a BM dönt, hanem a Vidékfejlesztési Minisztérium. Azt szeretném kérni, és ez egy segítő, támogató dolog volna a bizottság részéről, fejezze ki állásfoglalását a bizottság arról, hogy támogatja ezt a benyújtott pályázatot egy határozattal, mert ez talán segít, mint szakbizottság, segíti azt a kérdést, hogy ez 14-20-ig bennmaradhasson. Hiszen miről szól ez a pályázat? Arról szól, hogy megvizsgáljon különböző módokat, alternatívákat, arra nézvést, hogyan lehet több vizet produkálni az Öreg-Duna mederben. Amikor eldöntötték a szakemberek ezt a módot, akkor pedig a változat kidolgozását szolgálná ez a javaslat. Ha ezt a pályázatot elbuktatják menet közben, és nem sikerül EU-s forrásokat erre szerezni, akkor a jövő az úgy néz ki, hogy majd csak a 20-27-ig terjedő időszakban lehet egyáltalán erről gondoskodni, ami azt jelenti, hogy kb. 2030-ig egy kapavágás nem történhet, mert nincs róla egyeztetett javaslat. Tehát azért ez a jövő így nagyon veszélyesnek néz ki, ezért szeretném kérni azt a bizottságtól, amennyiben erre módja és hatásköre van, hogy fejezzen ki egy támogató nyilatkozatot arra nézve, hogy támogatja a vízügy által benyújtott pályázatot 2014 és 20 között. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kérdezem, hogy kívánnak-e meghívott vendég? Aracki képviselőtársunk kíván szólni. Köszönöm szót, elnök úr, elnök asszony. Én csak azt szeretném, hogy megkérdeznem a szakemberektől, hogy van-e olyan megoldás, ami kielégíti ezeket az elvárásokat, amelyet a szlovák fél nélkül meg tudunk csinálni. Én nem akarom önök helyett ezt megválaszolni, de úgy gondolom, hogy nincs ilyen megoldás. Tehát olyan, ami hosszú távon és azokban a dimenziókban helyezi a problémákat, amiket Turi Kovács képviselő is elmondott, olyan megoldás igazából nincs. Hála Hágának, hála az elmúlt 20 évnek. Na most innentől kezdve nagyon fontos az a külpolitikai megágyazódás ennek a dolognak, akár annak a projektnek, amire most képviselőtársam föl szólított, hogy támogassuk. Ugye ennek a tartalmát én igazából nem ismerem, hogy ez milyen irányokat vesz fel és milyen megoldásokat tartalmaz. De én nagyon bízom benne, hogy a mindkét országnak az lesz az érdeke, hogy ezt a dolgot nagyon egészséges, ha lehet, akkor a magyar oldalnak kedvező kompromisszummal, de megoldja. De abban a meggyőződésem, hogy azokkal a módszerekkel, ami majd a politikai küzdelemben, a országgyűlési választási kampányban egyes pártok elő fognak jönni, azzal nagyon nemhogy távolabb kerülünk, nemhogy közelebb kerülünk, hanem inkább távolabb kerülünk ahhoz a megoldáshoz. Én ezért szeretném tudni, hogy van olyan megoldás, a legjobb megoldás, amely a szlovák fél nélkül is működik, vagy ha nem, akkor bizony azt kell mondanom, hogy nagyon alapos előkészítés, nagyon alapos egyességre való törekvés mentén kell mennünk előre, hogy mindkét fél, ugye egy jó megállapodásnak az a lényeg, hogy mindkét fél úgy gondolja, hogy az ő érdekei érvényesültek elsősorban, ezt érezze a szlovák fél is, és természetesen mi is.
Én erre lennék kíváncsi, hogy van ilyen megoldás. Nem megyünk-e túlzottan előre azzal a kérdéssel, hogy ezt a pályázati anyagot, amit én nem ismerek, hangsúlyozom, hogy elfogadjuk és azt mondjuk az asztalon, már pedig nekünk van egy elfogadott elképzelésünk, amire pályázatot is nyújtunk be az Európai Unióhoz, ehhez kell nekünk ragaszkodni, vagy ez egy kicsivel flexibilisebb, hogy elindul ez a pályázati folyamat, és majd ahogy a megegyezés a két külpolitikai tényező között megtörténik, akkor ezen még lehet finomítani, csak az a fontos, hogy legyen bent a lábunk, és legyen egy olyan területünk az Európai Uniós pályázatási rendszerben, amelyre bármikor hivatkozhatunk a konkrét államközi megegyezések tükrében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Turi Kovács Béla képviselőként szólt. Azt követően fogok a vendégeinknek szót adni erre. Nagyon röviden, csak annyit, hogyha egyetértek azzal, amit itt a képviselőtársam az előbb elmondott, de határozatot mi csak akkor tudnánk hozni egyértelműen, ha tudjuk azt, hogy e tekintetben van-e valamilyen kormányálláspont. Hát tekintettel arra, hogy mi itt kormány oldalon és kormánytámogató képviselőként ülünk, ami nem tudjuk, hogy a saját kormányunknak van-e ebben egy álláspontja, és hogy ez a támogatás az ő részéről mit jelent, addig állást nem tudunk benne foglalni. Én nem vagyok ellene, hogy legyen egy ilyen határozat, de ehhez előbb meg kell tudnunk azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami támogatott. Aztán szabadon dönthetünk, mint képviselők, sok mindenről, de a kormányzati álláspontot magával a tervezettel kapcsolatban ismerni kell. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, alelnök úr, mielőtt reagálásokra megadnám a szót a bizottság elnökeként is, és nyilván nem összefoglalva még, de azt szeretném jelezni, hogy én azt fogom javasolni Nagyon Dor alelnök úr javaslatát is figyelembe véve, hogy tekintettel arra, hogy azért a sajtóból az az információ jutott el hozzánk is, hogy Székely László kormánybiztos úr április 30-án a szlovákokkal tárgyalást folytatott. Én úgy gondolom, hogy folytatnunk kell, tehát ma ne fejezzük be a meghallgatást. 3 hét múlva, tekintettel arra is, hogy a kormánybiztos úrnak, ahogy hangsúlyoztam, július 19-én fog lejárni az a 6 hónapos mandátuma, ameddig ezt a tevékenységet folytatja. 3 hét múlva térjünk vissza erre a kérdésre. Nyilvánvaló azzal együtt is, ami az írásos anyagban szerepel, hogy a VM-nél is folyik egyfajta projekt kidolgozása, ami a szigetköz biodiverzitás megőrzését, illetőleg a mentett oldali rehabilitáció kérdését jelenti, hogy ez egy több mint 6 milliárdos projektet jelent. Én úgy gondolom, hogy folytatnunk kellene a VM, a BM és a KIM, tekintettel arra, hogy a kormánybiztos a KIM képviselője, KIM égisze alatt folytatja a tevékenységét, meghallgatásával, és én úgy gondolom, hogy azt követően hozhatunk mi bármilyen döntést, nyilvánvaló nem határozattal, de hozzáteszem azt is, hogy én azt gondolom, hogy a bizottságnak nem is feladata, hogy a kormány részéről átvállalja azt a feladatot, ami ennek a kérdéskörnek a harmonizálását jelenti. Nekünk azt kell vizsgálnunk, hogy valóban történik-e ilyen, de mielőtt tovább folytatnám, megadom a szót reagálások lehetőségére főigazgató helyettes úrnak. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság, csak szakmai alapokon szeretnék néhány észrevételt tenni. Ugye kérdésként felült fel a pályázatok tartalma. A pályázatok stratégiai tervezésre szólnak, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 20 évnek értékelni kell az eddigi terveit, és meg kell kezdeni egy olyan összegző tervezést, ami véletlenül egy jó megoldást ad. Tehát ez a lényege. A Mosoni Duna esetében ez magyar belügy, tehát ez nem szükséges, ugye két pályázatról beszélünk. A Felső-Dunai mellékágrendszerek esetében pedig nyilvánvaló, hogy szükséges a szlovák beegyezés. Ehhez még annyit szeretnék mondani, hogy biztos, hogy egy iterációs folyamat lesz, akármikor oldjuk meg a 2030-ban, vagy a 2050-ben akkor is, de azért annyit szeretnék megemlíteni, hogy 2 darab kötelezettségünk van ezen kívül,
közösen Szlovákiával. Az egyik a vízgyűjtőgazdálkodási tervnek az elkészítése, ami uniós kötelezettség, a másik pedig az árvízi kockázatkezelési terv elkészítése, ami szintén uniós kötelezettség, és mind a két országra kötelező, hogy a közös Duna szakaszon megoldják. Egyéb tekintetben pedig van egy állandó Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság, ami folyamatosan elemzi a helyzetet és az egymás beruházásairól tájékoztatást ad. Ez egy egyeztetési fórum lett. Köszönöm szépen. Szépen kérdezem főigazgatót. Mielőtt főigazgatónak szót adnék, bocsásson meg, Vince László képviselőtársunk kért szót. Elnézést kérek, egy picit választ is kaptam arra, hogy lesz egy országosan átfogó tervezés. Én ezt csak nyomatékkal kérném a Tisza tekintettel a csongrádi vízlépcső vagy duzzasztó, teljesen mindegy, hogy ki minek nevezi, illetve a Bökényinek a rekonstrukciója, mert az készen van, csak a fölépítményt elvitték onnan. Végig kell az egészet gondolni, Cuzamlen mindenestől. És én örülök, hogy ilyen irányba megy ez a dolog, és maximálisan tiszteletbe tartom a népi kezdeményezést. Hát nálunk is volt már rá, hogy is mondjam, némi elgondolás, hogy majd itt népi kezdeményezést meg egyebet csinálunk a tiszai dologgal kapcsolatban. Társadalmi fórumok voltak, megszülettek, támogatottságot kapott, hiszen ott is vízhiánnyal küszködünk. És köszönöm szépen a szakembereknek, akik abba az irányba mennek, hogy mind a nemzetközi, mind pedig a bel ügyeinket érintő kérdések szakmai síkon mozoghassanak, és én csak megsüvegelni tudom a vízügyeseket. Többször voltam személyes résztvevője a tiszai árvíz levonulásának, és hát láttam azt a nagyon komoly felkészültséget, amire Magyarország büszke lehet, amit tudnak a vízügyeseink. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Kepri Lajos képviselő úr kért röviden. Egyetlen mondat, az csak azért, mert az imént elfelejtettem, és csak a jegyzők, kizárólag a jegyzőkönyv kedvéért nagyon durva elnök úr egy jogi végzettséget adományozott nekem, ami nincs, viszont mérnöki végzettségem van, és amikor a mérnökök utalta a feladatot, akkor megszólítva éreztem magam, ezért is éreztem, hogy reagálom. Köszönöm szépen. Molnár Béla főigazgatórat illeti a szó. Egyrészt szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy meghallgatott bennünket, illetve elmondhattuk a véleményünket. Másrészt csak egyetlen reagálást szeretnék tenni arra vonatkozóan, hogy a vízügyesek mindig akarnak építeni. A vízügyi szolgálata, ahogy a bevezetőmbe is kezdtem, mi végrehajtjuk azokat a döntéseket, amiket a kormány vagy kormányok hoznak. És az elődöket szeretném annyiban megvédeni, hogy ők is mindig döntéseket hajtottak végre. Az más kérdés, hogy ezek a döntések időben változtak, és sajnos a vízügyi beruházások kivitelezési szakasza az nem olyan rövid, hogy egyébként lezárt szakaszok lennének. Tehát azért Magyarország részben a vízügyi torzók országa is a tekintetben ezen is érdemes lenne nekünk szakembereknek is elgondolkozni, meg a döntéshozóknak is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr, képviselőtársaim, főigazgató helyettes úr, és köszönöm képviselőtársunknak, Nagy Istvánnak is, hogy megjelentek a bizottsági ülésünkön. Én azzal zárnám a mai bizottsági ülésünket, hogy a témát nem zárjuk le. 3 hét múlva valamennyi meghívott részvételével újra visszatérünk erre. Pintér Sándor miniszter úrnak külön meg fogom köszönni levélben, hogy munkatársai felkészülten részt vettek, és ezt köszönöm önöknek is, azzal, hogy akkor 3 hét múlva folytatjuk tovább ennek a kérdésnek a vizsgálatát, így 3 hétig most akkor lezárjuk ezt, és akkor 3 hét múlva visszatérünk. Valamennyi meghívót arra kérem a kollégáimat, hogy még a héten továbbítsák, hogy folytatjuk ezt a kérdést. Köszönöm szépen!